що, погріб ховалися. У погрібі били. Перестану стріляти, пішли кушать варити на вулиці. Там кирпичик підмастили, готували на вулиці. A lakók a középkorra emlékeztető viszonyok közt az utcán főztek, ettek, a házak közt élték a mindennapi életüket. És volt még egy ok, amiért a sarkon összegyűltek a túlélők. A sáros placon működött a generátor, aminél hónapok után végre feltölthették a telefonjaikat. De a generátor működtette az Elon Musk féle Starlinket is, ami ezen a vevőn keresztül végre internetet hozott a környékre. Но пока ничего нет. С марта месяца ни связи, ни интернет. Интернет сегодня появился на рынке якобы. Я разговаривала. А то мы приходим сюда, нам дают по 10 минут. A pozitív fejlemények azonban nem tudták elfedni a 7 hónapos terror és a harcok jeleit. Egészen döbbenetes, vagy inkább érthetetlen, hogy miközben zajlik a városrész evakuációja, és tömegek kelnek át itt a hídon, az út szélén egy halott orosz katona fekszik, és senki nem törődik vele. A felszabadított területeken élőkkel beszélgetve azonban világossá vált, hogy a hosszú orosz fennhatóság után egy halott látványa már nem üti meg az inger küszöböt.